Nagyon óvatos autóvezető, színészként vad és szélsőséges. Szembe megy néha a józan ésszel. Mindenben a legjobb szeretne lenni, és mindenben a legjobb is. Mondja a képszerkesztő, Szilágyi Tibor új könyvének képszerkesztője, Keleti Éva fotóművész. A bemutatón mi is ott voltunk a Rózsavölgyi Szalonban. Nézzék meg az ott készült felvételt. Gáti József annak idején azt mondta, hogy már megdőlt az a baromság, nem szó szerint idézem, de valahogy így mondta, miszerint a színésznek műveltnek kell lenni, vagy nem. És aztán azt hozzátette, hogy ezért olvassatok éjjel-nappal, mert később erre úgyse lesz időtök. Na most te nem csak olvastál és olvasol éjjel-nappal, hanem miután nem ez az első könyved, írsz is éjjel-nappal. Mikor írsz? Hát kérlek szépen, akkor, ha eszembe jut valami. És ezt fontosnak tartom magammal közölni elsősorban, és aztán közvetlen baráti környezetem, meg a hozzáértők ezt úgy ítélik meg, hogy ez kapjon nyilvánosságot, akkor másoknak is megmutatom. Különben Gáti tanár azt mondta, hogy megdőlt az a baromság, hogy árt-e a színészek a műveltség, és hát hála Istennek rávett minket arra, hogy tanuljunk, olvassunk, stb., de az egész korosztályomat, és akik még vagyunk, rádöbbentünk az atyai tanár intelmek ellenére, hogy tulajdonképpen nem tudunk semmit, még akkor se, hogyha kérlek szépen ilyen 40-esek társaságába ülök, és azt mondják, honnan vagytok ti ilyen műveltek? Mondom, mi abszolút nem vagyunk műveltek, csak az én korosztályomban ezt mindenki tudja. A könyv címe nagyon találó, nem tudom, te találtad de ki, nyugodtan ne szerénkedj, ha te találtad ki. Azt mondja, a katonai szakképzettsége színész. Na most neked, ezt azért is mondom így egy kis csavarral, nem volt nehéz kitalálni, mert egyszer egy interjúban, lehet, hogy éppen beszéltük vagy olvastam, azt mondtad, hogy még főiskoláskorodban az első szinkron szereped egy bolgár partizán filmben volt, ahol valahogy úgy kezdődött a szinkron, hogy ezredes elvtárs. Na most már akkor kapcsolatba kerültél a katonasággal, hát akkor ez visszaköszön? Nem így köszön vissza. Kérlek szépen, ez úgy köszön vissza, hogy a könyvecske, ez a katonai szakképzettsége színész, 62-es sorozással kezdődik, amikor már egy éve ugye főiskolás voltam, mert 61-ben fölvettek, tehát a második éves főiskolás, és egy óriási, egész napos fejtágítón voltunk, én, mint budai gyerek, a 12. kerületi kiegészítő parancsnokságon. Budai úri gyerek. Hát igen, a környék alapján, de akkoriban ez a budai úri gyerek már nem volt divatban, de nem is voltam budai úri gyerek, hanem ott laktunk. Na szóval ez egy egész napos fejtágító volt, a 12. kerületi kiek parancsnokságon, Böszörményi út, azt hiszem most az FBI magyar változata lakik benne. A reggel 8 órától kezdődött ilyen 200-300 egyetemistának a Varsói Szerződés nagyszerűségéről, a hősiességről, és arról, hogy nyavajás, rozzant egyetemistákból kiket fognak faragni. Majd orvosi vizsgálat következett, ami nagyon alapos volt, nyissa ki a száját, hajoljon le, rendben van. Majd mesztelenül álltunk egy nagy terembe 200-an, és amikor rám került a sor, ott az asztal elé, ott magasrangú tisztek üldögétek, lapozgatta a papírjám, azt mondja, na színész, szavaljon valamit. Na most éppen az említett Gáti tanár úr órájá volt feladva Arany János Vörös Rébék című balladáj, én rögtön mesztelenül, ahogy anyám megszült, belecsaptam, hogy Vörös Rébék által ment a keskeny pallon, és elrepült. Állati röhögés volt, akkor vettem észre, hogy az asztalán ülő magasrangú tisztek közül egyik cinóber Vörös volt. Azt mondták, hogy leléphet, és délutánra beírták kérlek szépen a katona könyvembe azt, hogy minden nemű fegyverre szolgálta alkalmas. Hát nyilván a komoly orvosi vizsgálat alapján ezt megalapították, és 10 évvel később, 72-ben, hát 30 évesen, odaadták az opsitos katonakönyvet, amikor már behívhattak, de már nem ilyen komoly egész időre, és abban van beírva ez az egetrengető baromság, ami a könyv címe, és le is van fényképezve a könyvben, hogy katonai szakképzettsége, 2. színész és egy 5-jegyű szám, tehát nagyon büszke vagyok rá, mert a hős néphadsereg is már színésznek nyilvánított. Na most szándékosan inkább az életedről kérdezlek, mert a könyv tömény, szóval ebben annyi történet, annyi színház, annyi ember, annyi művész, és nem művész, pályatárs, rokon, barát, mindenki benne van, hogy erről egyszerűen azt hiszem, hogy nyugodtan egész héten tudnánk beszélgetni, de azért egy úgy eszembe jutott, mert egy darabig hűséges voltál a színházhoz, aztán nem, aztán váltottál, és valahogy úgy fogalmaztál, hogy neked a rendszerváltás
az akkor volt a te rendszerváltásod, amikor a Víg Színházból elmentél, és az volt a mondat vége, hogy de ezt nem bántam meg. Gondolom, a mai napig sem bánod, hiszen annyi mindent csináltál és csinálsz. Nem, most bocsáss meg, ki kell, hogy javítsalak, mert az mondott, hogy hűtelentem a színházot. Én a színházhoz soha nem lettem hűtlen. Bocsánat, én azt mondtam, hogy egy darabig hűséges voltál a színházhoz. Én nem azt mondtam, hogy hűtlen. Nem, de bocsánat, én most is hűséges vagyok a színházhoz, mert hiszen ez az 50. szezonom, és gyakorolom. Bizonyos színházak társulati tagságához nem voltam bizonyos idő után hűséges, hanem elszerződtem akkor érzett hűséggel egy másik színházat. Tudod? Szóval változatlan így van. Az, hogy elkezdtél rendezni sokfelé sok mindent, ezt tudjuk. Na most nem volt egy kicsit tudathasadásod akkor, amikor például olyan darabot rendeztél, amiben korábban játszottál. Most annak idején láttam a Hölgy fecsegés nyomos című darabot, aztán te ezt megrendezted, abban játszottál, a másodikat meg rendezted. Mégse ugyanaz a darab volt, mert ezt nem én árulom el, inkább te meséld el, mi volt az a hallatlan újítás, amiről itt nem nagyon tudtak előtte. Hát először is ugyanezt a színdarabot, Vári Évával, aki maradt a főszereplő hölgy, játszottam több mint 100-szor a Budapesti Kamaraszínházban, más cím szó alatt, az volt a cím, hogy szegény Hekus esette a papagájjal, érdektelen. Nem akartam tovább játszani, mert felajánlották, de azt is felajánlották, hogy rendezem meg, és a Gálvölgyi Jánossal és Vári Évával megrendeztem egy teljesen más előadásban, mert azt ugye szegény Iglódi István rendezte, és kitaláltam, hogy ez egy, hát a díszletétől, a járáson keresztül kamerát használtam, mert azért ez egy krimi is, tehát kitaláltam sok mindent, és hát óriási sikere van, mert 80-valahány előadás fölött van, és jövőre is szezon. A szezon egyik sikere lehet a nagyon sikeres játékszínben, tehát az egészen biztos, hogy el fogja érni a 100-at, ha akarják, ha nem. Tehát ez azért nem olyan nagy bukás. Na de bocsáss meg, ebben éppen az nehezen mondott ki, szerényen, ez a kamera, ez egy nagyon nagy dobás volt egy krimiben, hogy megfigyelni a szereplőket, mint egy rendőrségi kamera. De ez adod, ez nem egy találmány. Azt, most így csináltál, szerény vagyok, nagyon ritkán fordul elő. Kérlek szépen, nem, ez nem egy találmány. Hogy mondjam, én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jogos dolog. A sok éve pályán lévő színészek az egészben gondolkodva létrehoznak előadásokat, sorolhatom Tordi Gézától a kiváló Eszeny Jenikő, Rudolf Péterig és akármi. Ettől, hogy én létrehoztam jó sok előadást, meg most is létrehozok, ettől én nem hiszem, hogy én nem tudom mekkora rendező vagyok, csak pályakezdő korom óta tudok gondolkodni az egészben, és én is nálamnál sokkal jobb rendezőkkel szeretek dolgozni, de az, hogy egy újra rendezni egy darabot, amit játszottam is, tehát oda-vissza jobban ismerem, mint aki először találkozik vele, a hatásától kezdve minden, rögtön kitaláltam, és a tervező sörült neki, hogy lássuk, hogy kik jönnek be, krimiről van szó, stb. Ennyi, de... Egyébként, ha már erről beszélünk, hogy játszottad, rendezted, az Ügynök halála is ilyen volt. Hát az Ügynök halálát soha nem rendeztem, csak játszottam de benne. Úgy értem, hogy több helyen. Hát több helyen játszottam, de mind a két helyen ugyanaz az Erdős Pál filmrendező rendezte, de más kollégákkal játszottam, ez természetes. Sőt, hát olyan is előfordult sajnos, hogy az egyik Nemzeti Színházbeli Várszínházi rendezésemben, a Romer Roland szerelem és halál játékában, Hetényi Pál premier előtt 10 nappal való megbetegedése folytán be kellett ugranom, és aztán rajtam ragadt a dolog. Nem igazán ideális helyzet, de hát sajnos nem tolhattam ki senki mással, aztán ezt vette fel a televízió, aztán olyan is volt, hogy ajánlgattam a szerepet sokaknak, és aztán magam játszottam el, és elég jobban voltam magammal, de magamhoz voltam a legkritikusabb. Ez az írásaidban és a könyveidben is meglátszik, és most, hogy azt mondtad, hogy nem tartom magam elsősorban vagy csak rendezőnek, vagy nagy rendezőnek, azt is nyilatkoztad, és azt is mondtad, hogy noha írtál jó néhány cikket, könyvet, de mégsem tartod magad írónak. Hát ez természetes, hát hogy magyarra, szóval eszembe nem jut, hogy engem a mai magyar képességi alapján már óriási klasszikusoknak számító, a Spirótól az Eszterházig, és sorolhatnám a Dragománon át a Hájig. Hát ez, én nem tartom magad. Ez ugyanolyan dolog, tudod, hogy az, hogy az ember meg tud írni egy értelmes levelet, egy kérvényt, vagy akármit, hát attól nem lett se közjegyző, se semmi.
Az, hogy egyszerűen ez egy színészi kifejezési forma, csak más formában, és mindig valami ötlet köré van. Most például az az apropó, hogy ez az 50. szezonom, hát azért ez hihetetlen, és hát én nem akarok kritikát mondani a könyvről, de örülnék, ha kiderülne, hogy ez nem valami színész önfényező történet, hanem emléket állít sok mindenkinek, de maradjunk a mottónál, családomnak, barátaimnak és fiatal pályatársaimnak kiszünet talán tanulságul. Hát arra, hogy a szakma érdekében vállalni kell kockázatokat, föl kell mondani, el kell szerződni, és nem csak Budapestről szól a világ, hanem vidékről. Oda kell szerződnöd, ahol boldog vagy, és ki tudod fejezni magad, és a legideálisabb szakmai közeget találod. Így a végén én sem akarlak fényezni, de nyugodtan mondhatom a könyvről, hogy ez színház történet is, nem? Hát talán az 50 év óta kapcsán is színház történet, és talán azért, mert a magyar színészet legnagyobbjaival sikerült játszanom, a legnagyobb rendezőkkel, Horvai Istvántól Marton Endrén át, Major Tamásig, Várkonyiig, és hát az élőkig, Székely Gábortól kezdve mindenkiig, és ez azért nem kis dolog volt, fantasztikusan hatottak rám, és ez a könyvecske arra jó, hogy a színház iránt érdeklődőket, vagy a fiatal szakmaiakat elgondolkodtatja azon, hogy végig lehet harcolni 50 évet, talán nem is sikertelenül, jó kedvel, mert mindig mondom a fiatalok, ez nem egy szomorú pálya. Itt a Rózsavölgyi Szalonban közben nagyon szépen összegyűlt az úri közönség. Tudod a szöveget? Mert hogy ma este játszol is. Hát kérlek szépen, 54-szer megy, most elég régen ment, de amint ez lezajlik, itt lesz Györgyi Nusi, és minden egyes előadás alatt azt a közel 100 oldalt össze szoktuk mondani. Nem azért, hogy tudjuk-e, hanem hogy szájra van ültetve, és játszottuk nagy színházakba, Fehérvártól, Veszprémig, mindenhol, és ebben a három székkel és a kis vetítése ugyan nagy sikere volt, de ebben a közegben se segíteni nem lehet, se hamis pillanatokat se lehet látni, mert olyan, mint egy mikroszkóp alatt lennél, bár ez a Rózsavölgyi Szalon és nem a valamikori mikroszkóp szint. Tényleg köszönöm szépen mindazt, amit elmondtál. Remélem nem kell várni további 50 évet arra, hogy egy másik könyvet megírjál. Hát annál is inkább, mivel ha inkább három bőröndi anyag van, mint kettő, mert hát ha nem is vagyok grafomán, de van mit elmondanom, és készülődik új verses kötet, majd meg novellás kötet, meg sok minden, amit talán arra érdemesnek tartanak. Na de hát nem akarom most itten olyan szinten fölfuttatni magam, hogy eddig is ezt kellett volna csinálni.